kifutott az utolsó ló, s olyan üres már az egész lelátó, és a vagyonom egy tízes lesz. Te majd kézen fogsz és hazavezetsz, mikor elgurult az utolsó forint, és a saját fiam csak úgy rám legyint, mikor senkim nincs és nem is lesz. Te majd kézen fogsz és hazavezetsz. Senkinek se kell a meló, és csak úgy össze-vissza lóg a karom, és a szorongás úgy elővesz. Te majd kézen fogsz és hazavezetsz, mikor túl sok volt a bor meg a sör, s a élet szétizél meg agyongyötör. Mikor egyáltalán nem szeretsz, mégis belém karolsz, hazavezetsz.
Spencer Gábor, Dress Mihály és Kis Tibor, aki még nem végzett. Köszönjük szépen, és köszönjük is. Most pedig van ám itt egy nagyon ügyes, fúvós fiatalember, és úgy hívják az igazi becsületes neve, hogy Makó Péter. És Erdély keleti vidékéről, Gyimesből hészadalmokat fog játszani, sajátos hangszerelésben, de bármilyen gátlást annak is tűnik, ez szívből fog történni. Gyimesi hészadalom!
Makó Péter! Na és a Csíkzenekar!